Na, sziasztok! Ma egy picit megpróbálunk pénzt gyűjteni. Ha ezeket meg tudnám nyerni, mondjuk például ezt, vagy ezt, első helyre egy párszor, melyik volt a jobb? Mert ez a baj, hogy ezek itt 2000-esek. Ezek itt mind ezeresek. Ez 1500. Versenypálya. 1500. Tudom, aránytalanul erős vagyok ehhez a pályához. De azért akarok egy kis pénzt gyűjteni, mert ki kellene húzni az autót most már teljesen maxra. Nem sok hiányzik már belőle. Csak egyszerűen ott hagynak a pályákon. Tehát nem, hiába megyek jól, hiába vezetek jól, hiába nem csúszok ki, leelőznek és ott hagy. Kész. Tehát ezért most egy picit ilyen filler részt tartunk, ahol semmi más nem csinálunk, csak pénzt gyűjtünk. Minden egyes kör, amit első helyen megnyerünk, az 1500-at jelent. 4 kört kellene menni ahhoz, hogy azt hiszem a motornál van egy kuning, ami 6000, az a legdrágább. Van 1000 pár százért kipufogó rendszer még. És nem emlékszem még mi van, mindegy, az a lényeg, hogy egy ilyen nagyjából 7-8000 inkább az, amit össze kellene szedni. Nem mindet fogom itt a videóban, nyugi. Lehet, hogy rövidebb versenyt fogunk keresni, amivel ugyanúgy pénzt szerzek, csak rövidebb. Mert azért a 4 körös versenyek nem rosszak, csak hosszú. Na, most például ez tökéletesen jó. A második, aki mögöttem jön, tehát én a Silverben ennyire szoktam lemaradni tőlük. Egyszerűen aránytalanul gyorsak hozzám képest. Olyan, mintha egyel erősebb autók lennének bent a meccseken, mint én. Mindegy, nem foglalkozunk ilyennel. Menet közben elkezdtünk amúgy egy széria szem sorozatot. Megpróbálunk hentelni egy kicsit. Hanca. Azért az vicces volt, ahányszor ott is sikerült kicsinálnom magam. Nézzétek meg, hogyha arról van szó, mert hát, azért csináltunk érdekes dolgokat. A HD-val játszom, tehát hogy feljavított grafikával. Hú, ezt de benéztem.
meg még mindig áll az, hogy szerintem nézzetek fel az ő csatornájára is, több helyen is kint van a linkje. Szerintem amúgy tök jó videókat csinál. Érdemes megnézni és feliratkozni. Na! 1500. 1500! Mert hogy, tehát itt az engine-en belül van még ez, akkor több kell. Mert ez 6000, meg ez... Mert mondjuk, ha kell választani, akkor inkább a 6000-es rakom először bele, mint a 3500-ast. Itt van egy 1000-es. Ezt rakjuk is már bele. Meg rakjuk bele az 1500-ast. Így. Na most akkor nézzük végig gyorsan. Ebben már mindent megvettem. Ez benne van. Kipufogóban van még a 800-as kipufogó, meg utána gondolom egy 1000-es lesz, vagy 1500. És ebből van még 1500. Ez sok pénz van. Ez mind tele van. Ez mind tele van. És még az motor, vagy a bodyból van 1002. Én ebben az egyben bízom. Az a baj, hogy ezt nem írja, hogy könnyebben kiesek-e amúgy az autóból. Ez egy háromkörös, 1500-as. De 4 alatt végeztem, ezt is 4,29. Ez 2,28. Ez 2,39. Az a baj, most csak így kiszámolva, tehát 5 perc, ez majdnem 5 perc, és 1500-at keresek. Itt 5 perc alatt tudok keresni 2000-et. Nem mondok többet! Így kell lebontani a fél falat. Ha esetleg valakiben megfordult a kérdés, vagy meg fogalmazódott a kérdés, hogy kell szépen falat bontani, akkor ott van. Én tudom, hogy kell. Szóval próbálok most egy kicsit pénzt gyűjteni. Az a baj, hogy mehetnék azokon a pályákon is, csak ott nem feltétlenül végzek. Olyan pozícióban, ups, az eddigiekből kiindulva, ami megfelelő mennyiségű pénzt ad. Ugye? Amúgy szóltatok arról, hogy 60%-on kellene indulnom ahhoz, hogy együtt induljak a többiekkel. Az a probléma, hogy billentyűzettel játszom. Ezt lehet, hogy már mondtam, nem vagyok benne biztos. Tehát billentyűzetről játszom, mert próbáltam a kontrollert a játékban, és az a gond, hogy tökéletesen felismeri amúgy a kontrollert a játék, lehet is használni, úgy, ahogy a legtöbb játékban megszoktuk, jobb trigger, gáz, bal trigger, fék, az egy Xbox kontroller. Csak egyetlen egy probléma van, hogy időközben a bal stick, ami alapból a kormányzásért felállna, ha előre tolod, ugyanúgy gázt ad, ha hátra húzod, ugyanúgy fékez. És emiatt hogy ugyanúgy gázt ad és fékez a kar, nem tudod úgy használni, mint ahogy megszoktad. Tehát, hogy oda kell figyelni rá, hogy melyik irányba húzod és mennyire. Mert ha egy picit hátrébb húzom,
Gyere, öcsi, ennyivel még nem mentél sose. Viszlek magammal. Hát, ha egy picit meghúzom hátrafelé, akkor elkezd az autó fékezni, és hát az egy ilyen versenyjátéknál eléggé gáz. Nem tudom, lehet, hogyha meg tudnám szokni, és egy kicsit jobban odafigyelnék rá, csak... Hát én így a lekvárt szoktam vele keverni általában. Úgyhogy... Nem tudom. Már egy billentyűzetre valami megszoktam ezt a játékot. Szerintem elég jó. Mi jó a köridőm. Az előbb 44-et mentünk. Gyerünk. Steady. Steady. Ahogy Jimmy mondaná. Mafia 2. Damn, I'm good. Utolsó körre csak jó lett. Na még egy ezres. Jó, nézzük, akkor minden olyan tuningot belepakolunk, ami kicsi. Aminek olyan ára van, hogy bele tudjuk rakni. Az 2000. Na ez még jó kis 3 HP. Igen, és ez egyből dob rajta amúgy 9-et. Jó lesz ez, jó lesz ez. Hadd menjen. Go race. Kéne próbálni egy ilyet, nem? 4 körös. Hadd menjünk. Innen fogom látni nagyjából azt, hogy gyorsult-e az autó. De benéztem, basszus! Azok a sikolyok a háttérből nem túl biztatóak. Ezt a kört... Kösz! Ezt a kört nitró nélkül próbálom megletolni. Mert ha itt nitró nélkül meg tudom őket betonpályán verni, akkor egy kis nitróval meg tudom verni beton... vagy nem betonpályán. Az a baj, hogy a legtöbb pályán elég vészes a nitrót használni, mert alapból csúszik az autó. Hát még itt a betonon is, vagyis hát az aszfalton. De ha még erre rátesszük azt, hogy alapból egy földesebb, csúszósabb pályán alapból csúszik az autó, és az a baj, hogy ennél a nitró úgy működik, hogy meglöki az autót egy irányba.
és abba az irányba haladt tovább a kocsi. Úgy, mint nagyjából ilyenkor driftelésnél, amikor csúsztatom a seggét, csak ott erőteljesebben a nitró hatására. Azért is volt az, hogy néhány pályán, amikor elkezdtem nitrózni, akkor nagyon keményen megcsúszott az autó oldal irányba, és elszálltam a pályára. Ott volt is, van is egy kanyar az egyik pályán, amit gyűlölök. És ott mindig elszálltam ki a pályára, és erre emlékszem is, hogy ott azon fel is húztam magam, hogy ott vesztettem el mindig a meccset, amikor ott benitróztam. Jelen pillanatban amúgy azt mondom, hogy kezdünk jók lenni. Aszfalton. Azt, hogy nem aszfaltos pályán milyenek leszünk, azt nem tudom. Tényleg ez a baj, hogy persze idegeskedek rajta néha, tehát tudom, hogy csináltam ebből a játékból egy rage game-et, amit nem kellett volna, de hát akkor, amikor hozzáérek véletlenül a korláthoz, és elszáll a sofőr, az úgy kicsit bosszantó tud lenni. Na. 2300. Kipufogó rendszer. Ebből kell 1500, ezt pont meg is tudom venni a kipufogót. Így. Nem maradt pénzünk. Ez tetszett? Ezt menjünk még egyet. Vagy próbáljunk meg ezen javítani. Az a baj, hogy ebben van mind a kettő. És amúgy ez... Jó van, tedd a segged már még a legelején, hello. Wihi! Azt én is megszoptam már egy párszor. Ezt itt, de minden alkalommal. Akárhányszor mentem már ezen a pályán, minden alkalommal itt csúszok ki. És ezzel vagyok harmadik. És hiába fordítottam. Ezt, de ha nem az előbb mondtam volna, hogy csak éppen hozzáérek. Kezdődik. Na jó van. Toljuk neki. Itt van esélyem valamit is behozni, mert itt ezen szeret menni az autó, ezt imádja. Erre van kitalálva. Meg ezt tudom, hogy én is jobban szeretem, mert megbízhatóbb a... Az autó mozg... Nem mondtam semmit. Most arra vagyok amúgy kíváncsi, azt mondtátok, hogy azzal is kapok nitrót, ha neki megyek másoknak. Nem. Ebben nem. Hát ezt már nem, még harmadik. Rozika! Figyelj már oda arra, amit csinálsz, mert ez így nem jó. Busszal belecsapódsz a falba. És elszáll a karakter.
vagyok ideges, fő van nyugalom, a helyzet kezelhető, de mégsem ilyen uralom. Nem a flat out! Gyere! Csá! Ja, hogy itt ne... Most leszek mérges, én mindig visszafordultam, mert azt hittem, hogy majd vissza fog rakatni a pályára. Nem már! Hát ha tudom, hogy ott azt így ki tudom kerülni. Vagy csak átmentem a trigger ponton, amin nem kellett volna, vagy hát amin alapból nem szoktam. Ja, hogy még ebből van egy könnyű a szenvedés. Bocsi. Tényleg kapok nitrót érte. Hát ha ezt tudom, nem vesztem el ennyiszer a versenyt. Az a baj, hogy az előző pályákon már beszakadott vele egy pár szorolják. És ott, amikor kicsúsztam, én ugyanúgy voltam, mint ahogy a múltkor volt a... ez. Ez a pálya. Nem tudom, hogy ezen hagy lettem harmadik. Ez az. Mondjuk úgy, hogyha nem kapnám el az összes létező tereptárgyat magam körül. Na jó, várjatok. Nem vagyok kibékülve ezzel a fizikával. Nem, nekem itt az a bajom, hogyha beleakadok egy autó orrába, hátuljába, bármiébe, egyszerűen nem tudom ellökni magam elől. Hát visz magával az a másik autó. Eddig jó. Na, most kell egy kicsit koncentrálnod, Öcsi. Eddig jó. Ne, Léci, ne! Nem, ez a baj a nagy gázzal, hogy egyszerűen nem bírok elindulni vele. Há? Na mindegy. Csináljuk végig. Átha. Bár az a baj, hogy már egy... Yeah, what?
Az első. Ó, Ecsé, ha vele ilyen béna lennél. De, érted, a felpálya lebontható, csak az a villanyoszlop nem, aminek én csapódok neki. Steady. Damn my god. Eddig jó. Ah, muszáj voltam belefékezni, mert kilök. Hogy ez a röncsdermi lényege, hogy ütközzünk meg, baszakodjunk egymással. Csak az a baj, hogy nem is lenne gond, hogyha az lenne a cél, hogy mondjuk mit tudom én leamortizáljam a másikat. Na, akkor mennék, mint a vakegér, aztán izé, nyomkodnám őket kifelé a pályáról, meg szana széttörnék én mindenkit. De így, hogy az a cél, hogy nyerjek egy versenyt, amiben a másodlagos cél, hogy minél több minden törj össze, így nem vagyok túl boldog. Az a baj, hogy itt léci, fordulj ki. Jó, ezt már tudjuk, hogy itt lehet rövidíteni. Ez a baj, hogy még az elsőt, ezt még mindig nem bírom utolérni. Bár mondjuk most, nem akarom elkiabálni, de nem vagyok annyira lemaradva. Nem merek nagyobb sebességgel rámenni, mert megdob. Meg... Drága sofőr, az kiesik a autóból, hogyha nagyon nagy sebességgel neki megy. Ó, hogy ne legyek ideges! Három másodperc múlt, az tudjátok mennyi? Az. Igen. Az, amikor ott nekimentem annak a... akonynak. Ezer. Na, még egyszer. Nem most második. Nem most második. Meg lesz ez. De Rozika, de megvegyeztünk abban, hogy ezt... Nem, ezt muszáj, bocsi. Hagyd ott a villanyoszlopokat! Az ott jó helyen van.
Volt még a kocsimban üveg. Az a baj, hogy hallom a másik autónak a hangját a seggemben. Itt vagy... A hátam mögött lévő autó hangját hallom. Ha valamit el lehetett baszni, az most megint. Ja, azt hittem, hogy basszus izé. Megelőzött időközben mondom, hát a térképen nem úgy tűnt. Ez a baj, hogy itt van mögöttem. Igen, igen, olyat tudok én is. Nem hiszem el, nem hiszem el. Ne villenj meg, köszi. Javítottunk. Oh. Ez jó kör volt, ez tetszett. Kicsit túl pörögtem, tudom. Előfordul. anyám. Jó, ezt milyen nézegetem, abban már megvan minden. Ebből kell majd még az. Toljuk bele. Így is túl gyors az autó, nem baj. Nem. Tűnik még mindig. Megyünk vissza a body, és megveszünk még ezt is. És akkor elvileg, várjál, jól számolom, hogy az engine-ben van 3500 meg 6000, 9500. És fullon van az autó. Bár az lenne jó, hogyha nem kellene mindent feltuningolni, de hát ez ilyen. Na jó van. Lájkolj, szólj hozzá, iratkozz fel, és találkozunk a következő részben. Sziasztok!